Úristenem, mert csak te nyomhatod így a csengőt. Öltöz. Velem kell jönnöd. Most? Hajnali 10 óra van. 10:45. Öltöz meg kérlek. Majdnem a komoly gondok vannak pár beten. Mi? Megbukott valamiből? Pontosan tudod, hogy majdnem mindig is kitűnő tanulom. Persze tudom. Viszont, hogyha 5 percen belül nem készülsz el, én esküszöm. Össze magad. Ülj le, mondd el szépen. Mi van? Meg se kínálsz. Látod, én még helyen is kínálok. Azt mondtam, hogy öltöz. Mert hogyha nem tudunk elindulni, akkor... Elmegyek, fölkapok valamit, aztán indulhat. Jó? Istenem, jobb is, hogy nem lett közös gyerekem. Az is ilyen idióta lenne. Normális vagy? Mi a francot csinálsz? Hát, ahogy így elnézlek, még mindig nem tudom, hogy miért váltunk el. Hát te meg nagyon is tudom, akkora egy link vagy. Egy lehetetlen alak. Jó, hagyjuk, ezt nem fogsz megváltozni. Induljunk, jó? Végre! Külön kocsival. Mi? Már egy autóba se vagy hajlandó szállni velem? Miről van szó? Nagyot nőttél. Najna! Szia! Szia, apu! Mi hír a suliban? Jó fejek az osztálytársaid? Ugyanazok az osztálytársaim, akik egy hónapja voltak, apu. Persze. És a balett hogy megy? Nagyon jól, apu. Olyan, mintha repülnék. Ne hülyéskedj, komolyan. És hogy csinálod? Magamtól, apu. Egyik napról a másikra ment. Az én lányom. Hát ez nagyon szép volt.
Felhívhatom Dodót? Persze, kicsi. Francot csinálsz? Majd a veled megy. Nem bírom tovább, őrületül viselkedik. Egész nap csak ülök a kanapén, mereve, mint valami porcelán. Várj velem, nem jöhetett. Tudod, milyen életet élek, ne szórakozz vele. Már pedig levegőz kell, hogy jussak. Az elmúlt 3 hétben minden egyes pillanatom csak Majna körül forgott. Már vagy egy 1000 pszichiáternél is jártunk. Gyermekkori problémák. A madár evéssel bezeg egyetlen kurvadok is a foglalkozó. És most azt várod, hogy én oldjam meg a problémáit, vagy mi? Közös a lányunk, nem hagynak magadra. Képtelenség. Na ne, hát azt sem tudom, hova jár iskolában. Anna, a lányunk madarat eszik. Jó, te is eszel madarat, csirkét és pulykát mindenképpen. Talán nem is akkora probléma. A lányunk élő madarat eszik, Anna, szőröstül, bőröstül, ez nem poén. Végre, hogy felfogtad, pontosan erről beszélek. Majd a veled megy és kész. Nem jöhet velem, ki van zárva. De igen, veled megy. Ez még meg kell emészteni. Nekem sem volt időm megemészteni, oké? Amikor örökbe fogadtuk, közösen vállaltuk milyen, a felelősséget. Milyen felelősségről papolsz nekem, mi? Hogyha még egy napot is itt töltén, lehet, hogy megölöm magam. De őt is. Köszönöm, kicsi. Ne aggódj, nem lesz vele sok gondod. Ezt leszámítva jó kislány. Indulhatunk, apu?